Köszöntök mindenkit, ez itt a One More Game és a Mountain Blade 2 Bannerlord a Kovács szériájának a 16. epizódja, és mielőtt még Enkori annak a partiát így itt hagynánk, és elkezdeni a lovam nem szagolni mind a kettőjük hátsó felét, egy nagyon-nagyon fontos dolgot szeretnék most elindítani, hölgyeim és uraim, ami nem más, a királyság alapítását. Utána néztem néhány dolognak, és köszönöm szépen mindenkinek a javaslatokat, megpróbálok egy kicsit harc és csapat orientáltan mozogni, minimálisan hátrányba hozva a többi nemest, a többi klánt, a többi családot, akik esetlegesen majd a Kovács királyságba akarnak csatlakozni. Tehát az első dolgunk mindenféleképpen az lesz, hogy kreálunk egy Empire királyságot. Tehát azt akarjuk, hogy a birodalom újra fényűző és hatalmas legyen, mint ahogy egykoron volt. És néhány hát törvényt kell bevezetnünk, hölgyeim és uraim, és ami a lehető legfontosabb lesz, azt fogjuk majd így fókusz alá helyezni, és azt fogjuk kiválasztani, és csak reménykedni tudunk benne, hogy működik. Oké? Csak reménykedni tudunk. A Sacred Majesty-n én is gondolkoztam, de aztán elvetettem, mert ilyen mezőgazdász hangulatomban voltam. Viszont ami nagyon-nagyon fontos, az a Royal Commissions. Ez gyakorlatilag azt mondja maga után, hogy olcsóbban tudom fenntartani a seregeket, és olcsóbban tudom majd abba az irányba navigálni a hadsereget, amit én fogok vezetni. Nagyon-nagyon fontos. Tehát az első ez lesz. A második az a Royal Guard lesz. Többen írtátok ezt, és köszönöm szépen. Ez növeli mindenféleképpen a hadseregemnek a létszámát, és ez elengedhetetlen lesz azért, hogy akár egyedül is le tudjak gyűrni több olyan csapatot, ami mondjuk erősebb és több katonából áll. Royal Privilege. Azt hiszem, hogy ez volt a harmadik. There is no long list of reserve rulers can be so love passed by the council. Okay. Tehát, hogyha meg akarom vétózni esetlegesen a klánjaimnak a döntését, akkor ez kevesebb pontba kerül, és ezt fogom most választani. Az utolsó pedig nem lesz más, mint a Noble Retinues. Ez is növeli a hadseregemnek a létszámát, és kapok plusz egy influence pointot. Direkt, igen. Influence point. És ezt a négyet fogom választani, megnézzük, hogy működik-e így. Next! Kingdom name. Hát egyértelműen a Kovács királyság. Tan. Tadám! És meg is vagyunk. Mestern joined Kovács. Így van, csak így, mint Kovács, mindegy, hagyjuk. Oké, ez lett a Kovács királyság. Most már elhelyezett minket a játék a térképre, most már meg tudjuk nézni azt, hogy mivel rendelkezünk. És itt is vagyunk. Szeszedeimnek a kastélyát most már látjuk magunkon. És ezt meg tudjuk változtatni bármikor? De jó, meg tudjuk változtatni bármikor. Nem tudjuk elhagyni a királyságot. Shame. Gondolom fel kell vennünk valami klánt annak érdekében, hogy itt otthonosan mozogjanak. És itt is vagyunk, ezzel a négyel rendelkezünk, és most már fix információt kapunk, ezt egy kicsit nehezményezem, hogy csak a leírást kapjuk meg. Nem látjuk a bónuszokat így a játékon belül, tehát keresgélni kell az interneten, ami nem egy nagy dolog, szerintem. Már így 2020-ban nem azon múlik, hogy az interneten valamit megtalálunk-e, vagy nem, mert meg lehet találni simán. És illetve van még 31 darab politikai döntés, amit ki tudunk adni esetlegesen. Military quality increase 10%. Oké. 0%-os támogatásában, és nincs elég influence-em. Kíváncsi vagyok, hogyha én támogatom magamnak, mint egyedüli résztvevő ebbe a királyságba, akkor mit fog szólni a játék hozzá. Ezt mindenféleképpen meg akarom próbálni. Nagyon-nagyon fontos lesz. És most már királyság vagyunk, és elméletileg diplomáciánk is van. Van diplomáciánk, így is van. 378-as a haderőnk, és a Northern Empire 2668-al rendelkezik. A Kuzait 5900-el, ezt már úgy meg akartam nézni, annyira izzadt a tenyerem. Batanian. Wow, okay. Batanian annyira nem jó. Western Empire szintén nem jó. Aszerai, hát ők tűrhetők. Southern Empire, megint nem. Hidden Hand, Embers of Flame, Eleftharoi és Kuzait. Velük áll hatban. Ezeket csinálhatnának valamit, ide rakhatnának valami logót. Sturgia 4001 és Vlandian pedig 2960. Régen egyébként ilyen 10.000 környékén voltak, meg 12.000, 13.000, 14.000, de most úgy látom, hogy ilyen 6.000-ig nem megyünk el haderőben. Oké, nekem 378-as katonai erőm van, az teljes mértékben jó. Ezt kívánom majd a lehető legjobban feltornázni, és lehet, hogy azt fogom, hogy még egyszer. Háborút indítok a Northern Empire-rel szemben, és elkezdek területeket elfoglalni innen középről.
mondjuk Toriasnak a kastélyát, akár Varagosznak a kastélyát, vagy megvárom, amíg a Kuzait ott leültetik a helyére, és egy egyest ad neki, így a Northern Empire és a Southern Empire, és én is kicsit kinyitom a látószögemet mondjuk Likaron irányába. Nekem ez a hegység, a hegységnek a környező része, ez abszolút tetszik. Nem annyira jó, hogy nem átjárható, de elég könnyen megkerülhető, néhány erdő van, le lehet rázni az ellenfelet. Karapszisznak a város, a várát, azt egyszer láttam elfoglalni. Ó, Gauss kastélya! Abszolút, abszolút, abszolút egyedül. Oké, szépen visszaszaladunk saját területünkre, és több pénzt kellett most fizetnünk. Nem a háborúba velünk elméletileg senki. Party size 218 ember! Itt az idő felbérelni néhány katonát. És mit szólnátok, hölgyeim és uraim, hogyha összeraknék egy Batanian hadtestet? Én arra gondoltam, hogy ez nem lenne egy rossz gondolat. Azt mondja, hogy units, és keressük meg a Batanian unitokat. Military Arts, Caravan Guard, Fian Champion, nem lenne rossz, legjobb íjászok a játékba, akik nem számszerű íjászok. Pick the Warrior, igen, úristen, mekkora pajzsuk van, Batanian, Wildling. Na, milyen pajzsod van, barátom? 480-as, nagy pajzs, 82-es speedje van, míg nekik 480-82 nagy pajzs. Ugyanaz. Fegyverzet a különbség. Azt mondja, hogy itt lándzsa van. Igen, ő a pajzsos lándzsás, és ő pedig itt a egykezes baltás, de egyben lándzsás is. Úgyhogy lehet, hogy elindulunk ebbe az irányba. Batanian Woodrunner. Hogyha egyszer fejlesszük, akkor még abszolút védtelenek ezek a szerencsétlenek, de van hajító dárdájuk. A hajító dárda egy nagyon-nagyon erős fegyver. Főleg ez. Ebből szeretek csinálni eléggé táposokat. Illetve a Batanianből tudunk még lovasságot is csinálni, amit nem fogunk. Az igen, fiam! Több mint 2 méter. Ennek jó a páncélzat ennek a csávónak. Aránylag. Oké. Tehát egy pajzsos haderőt szeretnék összerakni itt a Batanian kisebb falvakból. És úgy érzem, hogy nem igazán lesz probléma az, hogy mi most így megjelentünk. Hagyjuk a Northern Empire-t egy kicsikét helyre pofozza magát, és megpróbálunk, hát még ha 200 embert nem, de egy olyan 160-at összeszedni. És lehet, hogy ilyen kisebb küzdelmekkel most 2391 dénát fizettem. What? Az igen. És már van. Plusz 3-at kapunk. Helyes. Ebből kaphatunk majd jóval többet is szerintem. Armies, lássuk a klánunkat. Igen, 1600-as a kiadásunk. Party Wage, Garrison és... Igen, mind a kettő partit menedzselnünk kell. Szeszedeim, amikor... Jó. A másik nagyon-nagyon fontos dolgunk az lesz, hölgyeim és uraim, hogy területeket szerzünk. Csak okosan kell területeket szerezni. Valószínűleg megpróbálok majd a Western Empire-ből egy nemest is átállítani magamhoz, hogy megnézzem, hogy akkor hogyan is működik ez a történet. Recruit troops, hát ez nagyon-nagyon bizalomgerjesztő lesz, és a rengeteg kereskedelem miatt itt negatív vélemény kezdett el kialakulni rólam. Amit nem is értem. Én hoztam a termékeket, eladtam, akinek kellett, aki fizetett érte. Recruit troops, szintén hasonló a történet. De viszont itt van egy Land of Manual Laborers, oké, nem. Könnyű küldetéseket is jó lenne összeszednünk, csak jó lenne néhány embert toboroznunk a saját kis hadseregünkbe. Gyógyulunk szépen lassan. Delivery herd to prevent. Hát... Nem tudom, hogy ezzel akarok foglalkozni. Nagyon-nagyon nem tudom. Bár jó lenne kapcsolatot emelnünk. És mivel most nem fogunk harcolni, ezért az egyik emberemet el fogom indítani, hogy az állatokat szépen vigyel. Na, ti még nem nagyon hallottatok rólam, mert eléggé távol vagytok így az Empire-től. Úgy hallottam, hogy van valami bajod, és... Nincsen a lovaglásom 111. Hát igen, nem nagyon lovagolnak így az embereim, meg valószínűleg nincs is kitalentolva, úgyhogy 31 darab tehen, Pravendbe.
Megyünk nyugatra, hölgyeim és uraim. Recruit troops. Nagyszerű. És akkor lássuk ezeket a kisebb Batanian falvakat. Nem tudom, mi az a töltési idő, amikor ugye kiugrunk egy-egy településből. Access Elder Commons. Jó, ezeket a küldetéseket majd átnyálazom. Ó, ő még adja. Nagyszerű. Állj! Még mielőtt nagyon-nagyon sok embert felvennék. Batanian volunteer. Batanian peasant. Ja, ők kísérnek. Nem szóltam. Manurat. A Manuratba is benézünk. Mennyi idő van teljesíteni a küldetést? 4 nap. Ugye? 4 nap, igen. Úgyhogy lehet, hogy fókuszálni kellene Prevendre, mert nincs annyira közel. De a sebességünk annyira nem problémás. Kivéve így, hogy felvettük ezt a rengeteg... rengeteg háztájállat, ezt a rengeteg telnet. Mert... Ez ilyen bűnös élvezet. Bűnös élvezetként kezelem azt, amikor meglátom, hogy 82 Lotter itt egyszerűen csak sétál. Srácok, ez nem a ti napotok. Ez nem a ti napotok. És tudom, hogy ez annyira nem izgalmas, de egyszerűen csak az a brutalitás, amivel ami kíséri 82-t. Hány ingerem lett, amint megláttam ezt a terepet? Infantry! Move! Infantry! Forward! Horse of forward! Mounted footmen! Stand apart! Jó, oké, elhelyeztem minden katonámat, ott jön a 85 Lotter, igen, nem nagyon gondolkoznak szerencsét. Igen. Én is úgy gondoltam. Jobb fegyvert kell összeszednem magamnak, hölgyeim és uraim, mert át eléggé problémás. Most ezzel a nyillal lövöldözni. Na ezért nem fogunk betenni ilyen területen, mi a mi hadrendünkkel felállni. Ó, oh, megvannak. Mint ha csak level 1-en galoppolnánk a lúterek elől. Abszolút úgy érzem. Na, esetleg tudjuk az... Tudjuk a képességünket növelni? Íh, ez eléggé mellé ment. Na, srácok! A csapatom vár benneteket. Ott is vagyunk. 82-en vannak még. Tartják a formációt a lotterek. Vajon belelovagnak? Ott is van. Palatin gárdok. Haver! Ül! Ötven, igen. Gyalogságom is akcióba lendült. Gyerünk srácok, szedjétek szét őket. Szedjétek szét őket. Hát ezt megint jó mellé lőttem. Ó, jön a tömeg! Ez az én parti... Hey! Hey, 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 hey! Nem menekülünk el. Szedjétek szét őket! Szedjétek szét! És a győzedelmes hang! Az ellenfél elmenekül. Azért is mentem neki, mert hittem abba, hogyha van egy ilyen sziklaszírt. Bár mondjuk nem tudom, hogy miért kapaszkodok még mindig ebben a játékba. Ha van egy ilyen sziklaszírt, akkor az ott kapasz. Ennyi. Shaved! Tehát, oké. Okay. Mondjuk azért a 4,7 Renownnél teljesen megérte. És 4,4 influencet is kaptam. 2,5 parált. Most vagy érted, nem érte meg? És ezt nézzétek. Peasant azt mondja, hogy belőlük Batanian volunteer tudok. Az nagyon jó. És belőletek pedig Batanian Woodrunner. Azt hiszem, hogy abba az irányba kell őket vinnem. Clan Warrior pedig a másik ágazat. Úgyhogy ezzel még várunk egy keveset. Lássuk, a lotterek adnak-e valamit. Egy kis sajtot, egy kis olivát, egy kis halat. Egy kis datoját, egy kis bort, megérdemlik az embereim, bár nem tudom, hogy ennyi embernél egy kancsó bort olyan fogok szétosztani. Ja, oké. Okay. Hát akkor Imla felé megyünk. Nemes egyszerűséggel. Batanian has been taken prisoner Vlandians. Oké, okay, a Batanian-t elég rendesen felpofozták. Wow, oké. Okay. Úgy látom, hogy itt eléggé közel vagyunk a csatához, mert még új emberek se nagyon jöttek. Nem bizony, és nekem meg végképp nem akarják odaadni az embereiket. Tehát mivel szorít az idő is, és természetesen leszeretnénk szállítani ezt a rengeteg tehent. A
sebességünk az 5-ös. Ezért inkább fókuszálunk és majd visszafele úton, hogyha jövünk a birodalom irányába, majd akkor akarunk körülnézni. Igen, Batanian Woodrunner, és aztán megyünk a Batanian Skrimisher irányába. Fantasztikus. Fantasztikus Batanian Woodrunner. Itt is van. Megvan az első Batanian közelharcos, akinek már van pajzsa. Nincs pajzsa, visszavontam, amit mondtam. És Trained Infantry, ő pedig jöhet. Na, másik érdekes dolog, ahol nem nyomtam Dant. Ilyenkor úgy nem szeretem magam, amikor megint végig kell kattintani, főleg amikor kínosan hosszú az a kattintási folyamat. Dant! Na, oké. Okay. Arra vagyok kíváncsi, most vannak újoncok. És hány nap alatt kapom meg azt, hogy esetlegesen szintet lépjenek. Lássuk. Nem. Senki nem fejlődik, bár ők fejlődhetnének. Ravend, meghoztuk a teheneket. Egy király teszi be a lábát. Tehenekkel. És parasztokkal a háta mögött. Ferontrin. Venorent. Fissos. Jó. Hát akkor nézzük meg ezt a... Itt van. Beszélgessünk vele. Meghoztam a teheneket. Itt szólsz. Parasztok kedvéért csinálom. Itt van mind a 31. Nagyszerű. Héttel nőtt a kapcsolatunk. Hogyha szeretnék harcedzett Batanian embereket, akkor vagy Batanian ellen fogok háborúzni, és elveszem az embereit. Aminek nem tudom, hogy mennyire lesz jó vége. Talán lentről megyünk, és megnézzük, hogy ez Vlandian terület-e, vagy sem. Ez egy óriási kérdés lesz. Küldetés, teljesítettük. Még nemesekkel sem beszéltünk mindenkivel. Nagyon érdekes, hogy mennyire pocsékul el most a Vlandian. Valószínűleg nerfelték őket egy kicsit. Senki. Jó, hát ők meg a váramba való emberek. De már 124-en vagyunk, és leszünk még több... Egyen meg. Jó, nézzünk egy újabb zónát. Skill points to war days 32. Jó, rendben. Azzal ott elbánnak, ők elegen vannak. Itt van egy küldetés. Manual laborers, recruit troops, semmi. Fel kell raknom azt a modot, ami a kikattintással így működik. Mert ez így eléggé bosszantó. Főleg, hogyha napról napra járni fogom így a városokat. És a falvakat. Hát egy maroknyi Vlandiant össze tudunk szedni. Az mindenféleképpen segítség számunkra. De hogyha nem tudjuk őket képezni, hogyha a leadership nem működik, akkor az eléggé kellemetlen tud lenni. Vannak már vagy 10? 13 volunteer woodrunner, így van, 14-en vagyunk. Az úgy nagyon jó. Körülnézek még itt a Batanian területen, hát találok valami értelmes dolgot. Akár mondjuk desertőrökkel harcolni, az egy egészen jó küldetés lenne. Deserters. Kívánságom számukra! Beszéljünk, haver! Beszéljünk azokról a Batanian desertőrökről. Azt hiszem, hogy van egy problémád, ugye? Mi lenne egyébként? Taktika 108, egykezes fegyver 108, kétkezes fegyver 108. Ott vagy, one of these skills. Aha, igen. Tehát taktika 108, meg fegyver 108. Illetve 44 katonámat kellene itt hagynom. És hogyha már vagyunk, vagy 300-am a seregben, mert miért ne lennénk, akkor ez simán menedzselhető lenne. 44 embert így odaadnék. Így. De hát... Nem tudok így odaadni. Sajnos nem tehetem meg. És Highborn Warrior. Állj! Köszönöm az önkéntest. És ő lenne a fiancsebb. Így van. Ő lenne. Az már egy ember, aki... Itt vannak fian championnek valók. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó falu. Wait here for some time. Ott is van. Stop waiting.
Kimegyünk. Aha, visszamegyünk. Vagy nem, mert hogyha elveszítjük szem elől őket, akkor gyakorlatilag elbukjuk a küldetést, ugye? Hát igen. Nem szeretem ezt a zónát. Figyeljetek, srácok, menjünk lefele. Az úgy jó lesz. Azaz. Nagyon jó. Nem tudom, hogy a csapatom mit gondol, amikor így össze-vissza kattingatok, de visszaterelem őket a faluhoz. Azaz. Átterelem őket ezen a nagyon sűrű erdőn. Hanyas a sebe? 1,7-es a sebesség. Mennyire frusztráló lehet egy 127 főből álló csapat? Vagy 56-an vannak. 56-an vannak. 14 lovas van náluk. Wow. És csak 15 volunteer. Jó, na, hajtsunk át ezen az erdőn. Menjünk át ezen az erdőn. Oké, menjünk ki belőle, hogy ti is normálisan tudjatok közlekedni. Nagyon jó. Haladjunk, haladjunk. Nem, őt nem kérem. Jó, elméletileg itt pusztaság van. Én hiszek. Hiszek a játéknak, mert eddig sem baszottál túlságosan sokszor. Oké, dezertőrök vagytok, itt az idő meghalni. Nagyjából ennyi kommunikációt várok el a játéktól. Tehát pusztán vagyunk. Oh! Az már ott messze van. Stand apart! Horse archers! Infantry forward! Footmen, form a wall! Oké, csináljunk egy pajzsfalat. Infantry! Horse archers! Charge! Oké, lovasi jászokkal neki menjünk az ellenfélnek, és megpróbálunk itt valami kárt okozni. Majdnem. Oké, az is szép volt 107-tel. Az is szép volt. Hol jön a gyalogság? Ott jön a gyalogság, 8 darab íjászok van és 34 darab közelharcos. Ostrobaságnak tartom feléjük rohanni, mert annak tartom. Hello haver! Ah, messze! Egy bucellári meghalt. És meghalt még egy emberem. Hé! Hé haver! Nagyon nem szimpatikus az, amit művelsz. Erről van szó. Csak elesett. Lehet, hogy lovasságot is elkezdek majd képezni. Még egy bucellari eszméletlenül rogyott össze. Nagyon jó! A lovasi íjász... Még egy bucellarim leborult a lóról. Jó, majd fejlesztenem kell őket, hogy a lovasi íjászat... És másik meghalt. Oké, gyertek vissza. Elég kárt okoztatok az ellenfélnek. A többit elvégzik a gyalogosok. És az íjászai. Mennyit vesztettünk? 3-at. 3 bucellarim meghalt. Haver, az a homlokával levette. Senki többet, 3-szor. Nagyon sajnálom ezt a 3-at. Kaptunk renownot, influence pontot és humorát is. 24 embere viszont megsérült. 24 embere megsérült. Batanian Highborn Warrior. Batanian Hero. Szerintem belőlük lesz a Batanian Pig the Warrior. Azt hiszem, hogy ez. Batanian Clan Warrior. Nem, az a másik ág. Batanian Horseman. Illetve Scout. Oké, lovasokat lehet, hogy nem belőlük fogok formálni. Trained Warrior. Wow. Pig the Warrior. Ez is a másik irányvonal. Na mindegy. Lesz akkor egy... nem lesz. Tartjuk a formációt. És igen, Pian Champion.
5 darab Fian Champion tudok majd kiképezni, amennyiben a megfelelő időhöz elérünk. És Batanian Volunteer, Woodrunner, mindenféleképpen. Trained Infantry, mehetünk egyel följebb. Kuzait Archer, Kuzait Marksman. Így van, van már 5 darab Kuzait Marksmanem, akik abszolút kemények. Kemény sarkú srácok. Batanian Volunteer, Batanian Trained Warrior. Nem, ők nem kellenek, köszönöm szépen. Ők kellenek nekem. Bár mondjuk ostromnál teljes mértékben jó, hogyha vannak lángyásaim is, főleg hogyha... Főleg, hogyha pajzsuk is van. Ugye? Itt van, 2,3... Lehet, hogy gyűjtünk egy aragot. Oathsworn-ból. Tényen Clan Warrior. Miért ne? Amúgy meg miért ne? Miért ne? Oathsworn. Őt nem tudjuk felvenni. Vagy csak nagyon nehezen, nem tudom, hogy a játék jelenlegi stádiumban milyen álláspontot foglal el. Ebből még lehet Woodrunner. Belőlük Fian Champion lesz. Bizonyos időn belül. Chosen Wolfot berakom, Board Champion szintén berakom majd a várba. Imperial Crossbowman szintén. Imperial Veteran Archer van 11 darab. Belőlük majd szerintem Bucellárit fogok készíteni. Bár lehetséges, hogy jobb lenne az, hogy a Kuzaitokból raknék össze. A Kuzaitokból raknék össze mindenféleképpen lovasi jászatot. Nem tudom egyébként kire mi a baj a cipőmmel, szerintem tök jó. Amellett, hogy 26-ot véd. Done. Na. Most már okot adtunk egy újabb falunak, hogy imádjon minket. De eszméletlenül, borzalmasan imádjon minket. És a királyságnál megnézzük, nem is tudom, hogy a politikáknál, mondjuk ehhez, javaslatra 100 influence pont szükséges. Ez policy support consider. Jó. Keresünk majd a Western Empire-ba valakit, akivel beszéltünk, akinél jó a kapcsolatunk. Csak először beszélünk ezzel az illetővel. Tartsd meg az apródat! És 2 renomot kaptunk. Nem olyan rossz. 8-at kaptunk összesen az egészért. Azt hiszem. Recruit troops! Aha, pontosan ennek a csávónak kellett volna még megfelelnünk. Ott kellett volna még küldetéseket csinálnunk. Lotterekből itt is van rengeteg lotter. Itt milyen küldetés? Manual Laborers, Recruit Troops, jöhetnek a Batanianok, és az ott fel van égetve, az is fel van égetve. Úgy látom, hogy a Vlandian abszolút ide tolta az arcát, szemtelen módon, és nem lépnek szintet az embereim. De egy negyedik szintű Imperiale Veteran Infantryman csatlakozik hozzánk. És neki is. Imperial Legionárius. Neki is van pólármia, kicsit rövidebb, illetve Steel Paramerionja. Brutális micsoda fegyverzetük van ezeknek a katonáknak. Ezeknek a embereknek. Na mi a küldetés? In and out. Demonstor leads wants you to beat the game host. Nem fogunk játszani. Nem fogunk játszani. Done. És körülkelen az fel van égetve, ez nincs, meg az sincs. Nagyon sok falu van egymáshoz közel, tehát hogyha azt akarjuk, hogy a térkép közepén játszunk, és Batanian mellett tesszük le a voksunkat, ami abszolút hangulatos játéktechnikát eredményez. Tudjátok, ló nélkül, kétkezes baltával, menni a gyalogosokkal, és üvölteni az ellenfél arcába, brutális. Train troops, nem vállaljuk, ebből nem, de jöhetnek az önkéntesek, és... mehetünk a következő faluba. Ezt még itt megnézzük, srácok, lányok. Javal, Southern Empire has been taken prisoner, Kuzait. Radan the Javal. Of the Southern Empire. Tehát a Javal az a... A Javal az a Southern Empire-nek a szövetségese. Érdekes. Még mindig nincsen tapasztalati pont szerzés. Ó, Imperial Veteran Archer. Köszönjük szépen. Most már jöhetsz. Batanian Clan Warrior, Batanian Volunteer,
és Heimborn Warrior. Jó, kezdünk vegyesedni, srácok, lányok, egyre több katona van nálunk, de még így is ezzel a 132 fővel abszolút, abszolút ütőképesek vagyunk. Közepes mennyiségű összeget mernék rátenni, hogy a jelenlegi helyzetben bármelyik királyság, bármelyik serege, aki ugyanezt a létszámot tartja nekünk, jönne, mindjárnénk. Sturgeon Recruits. Haver, ez nem a tied, ez már a Sturgeon-jaké. Ez is? 69 lotter. Hát ne haragudjatok, srácok, lányok. Nem tudok ellenállni. Mondjuk azt, hogy 50 alatt nem megyünk neki a lottereknek. Csak mondjuk azt. Tegyük fel. Főleg, hogyha ilyen fantasztikus területet kapunk. Csatatérnek. Bár ezzel nem tudom, hogy mi a probléma. Move! Infiltrate! Loose formation! Loose formation! Infiltrate! Move! Mountain archers! Nem tudom, hogy hova tolnak az embereim. Move! Hárman vannak, vagy nem gyógyultak fel, vagy ennyiből áll a létszám. Jó, 200 méterre vannak a lotterek. És ez a domb egy kicsikét megnehezíti az ellenük való csatát. 120. Aha. Nem lőttem be a távolságot, jó? Most sem. Most igen. Hello, srácok! Na jó. Mi az áport rá? Jó, innen sem vagyunk hatékonyak. Ah, és ellövök a fejük mellett. Fölött. Na! Hé! Jó, szedjétek szét őket. Ohoho! Ez amúgy szép volt. Ez amúgy szép találat volt. Vállon lőttem úgy, hogy a fa takarásában volt ez a szerencsétlen. Ő az enyém! Nem ő dobott meg, de ismerte azt, aki megdobott. Lemerem fogadni, hogy ismerte azt, aki megdobott. És egy szerencsétlenek egy maroknyian maradtak. És valószínűleg nekem van a leggyorsabb lovam. Haver, valami kiáll a lapockádból, megnézhetem? Oké, elmúlt. Na jó van, hadd fussanak. 3,6 renownot kaptunk, szimplán ezért megéri megcsinálni. Szimplán ezért. Oké, pólármom is nőtt egyel. Azt majd fel kell tornáznunk eléggé rendesen. Lotterek nem kellenek. Viszont néhány katonánk fejlődött, aminek határozottan örülünk. Woodrunner és Skirmisher, Raider, Skirmisher, mindenféleképpen. És felhúzzuk szépen a Woodrunner fölé. És belőled is a Woodrunner lesz. Jó, az első pajzsos Batanian katonánk, akit mi fejlesztettünk ki. Fantasztikus. Infantry, légionárius, 6 darab már van. És belőled, barátom, a Bucellari lesz, mert Bucellariból nincs valami túlságosan sok. És egy olyan 10-12-t szeretnék magamnál tartani annak érdekében, hogy az ellenfelet esetleg, hogyha nem nagyon akarna harcolni. Ha azt a szemtelen döntést hozná, hogy nem akar harcolni, akkor valahogy motiválni tudjam. És akkor körbelovagoljuk az ellenfelet, aztán lövöldözünk rájuk egy kicsit, és ilyen kellemes hangulatban el fogjuk tölteni az együtt töltött időt. Ez a legfontosabb dolog. Ez a legfontosabb. Ez meg már Vlandian. Mi ez? Vlandian, Britannian, Sturgeon. Ez egy ilyen multikulti zóna. Na mindegy, srácok, lányok. Hideoutok azok foglaltak, 93 katona és 84 katona. Alakulunk a mesterklánnal. Most legelőször lehet, hogy a Rotel városába bemegyünk, és körülnézünk, hogy mi a helyzet arrafele. Imperial Trained Archer. Lehet, hogy őt... Igen, őt szerintem a várba fogom bepakolni. Őket a várba fogjuk berakni.
Sőt, errefele is lenézhetnénk még. Varcsa Grevia. Ott van Tiál, de azt hiszem, hogy ezt már hamarabb elfoglalta a kuzait. Nézve a Sirone, a Orina. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Szargotot elfoglaltuk, ami nagyon jó. 1, 2, 3, 4. De hát magáért ordít az, hogy gyakorlatilag kivel kell harcolnunk. Hogy mi legyünk a térképnek a közepén, és utána szépen fel tudjanak minket darabolni. Na! Újabb emberek vannak, felvehető emberek. Imperial Veteran Infantryman, jöhet. Batanian Volunteer, jöhet. Többieket meg majd felvesszük, hogyha eljön annak az ideje, és a várba ki tudjuk őket pakolni. Minden féleképpen. Valamint lehet, hogy a kovácsolással is foglalkozni fogunk megint, és megnézzük, hogy a játék gyakorlatilag mennyit javult, mennyit frissült. Steward. Oregon. Na, mennyire ismersz engem, barátom? Kovács, it's been a while. Nem ismersz? I would like you to serve, Mester, as a mercenary. Nem tudok vele kereskedni? Nem tudok vele kereskedni! Ja. Company of the Golden Boar. Okay, jó, csak a színt figyeltem. Nem most. De mosunk. Jó, nem most megcélozzuk. Úgy látszik, hogy úgy van. Egységeket verbuvál. Leadershipem az 28-as lett. És ő nem ismer. Jó alacsony vagy, fiam. Na, biztos hallottál. I heard your name. Erről van szó. Szóval. Valamit meg kell beszélnünk. Plusz 25. Liege of Garius. Igen, majd befolyásolnunk kell. Utána fogok nézni ezeknek a dolgoknak, srácok, lányok, és megnézem, hogy hogyan és miként állíthatók át ezek a szerencsétlenek. Adjunk neki mondjuk 3 láncsát. Az úgy jó lesz. Van még néhány. Meg amúgy tudunk csinálni is egy jó párat. Gift. 5-tel nőtt. Ez egyik... Nagyon jó. Ez nagyon-nagyon jó. Tehát nem most 30-as lett. Fantasztikus. Mehetünk a következőhöz. És akár időt, energiát költhetünk arra, hogy újra néhány, jó néhány láncsával gazdagabbak legyünk. És nem tudom, hogy mennyire akarunk amúgy lotterek ellen harcolni, mert... Okay, ne menj be a várba, ne menj be a várba, várj meg, amíg itt vagyok, ne menj be a várba. Jó, okay. Ott is vannak. Ott is vannak. Na, lássuk! Igen. Valószínűleg egységeket szereznek, mert... Hát... Tartó Army Leader. Lássuk, hogy ki az. It's close enough. Who are you? Sofalia. Ő is hallotta a nevem. Tehát már van a hírnevem, srácok, lányok. Na, valamit meg kell beszélni, mit szólsz hozzá. Ami mind a kettőnknek nagyon-nagyon jó. Tehát akkor van nekem 2 darabot adok, mert még a kapcsolatunk annyira nem fényes. És 5-tel nőtt. Jó, következő embernél egyel fogom ugyanezt eljátszani. Mással. Krotorral. Hello, Krotor. Mi barátok vagyunk? Barátok vagyunk. Na, valamit meg kell beszélnem. Jó, vele tudok házat. Mármi nem vele, hanem az ő családjával is. Nos, lássuk. Mit szólsz egy ilyenhez? 5-tel nőtt. A sárma meg 92-re emelkedett. Hát jó. Faja. Kovács, it's been a while! Igen, régen találkoztunk. 15-ös a kapcsolatunk. Na, valamit meg kell beszélnünk. Méghozzá azt, hogy neked is adok egy ilyen javelint, és 3-mal nőtt. Tehát ő annyira nem értékeli ezt az ajándékozási szándékomat, de nem baj, nem baj, nem baj. Apis. Eléggé sokan vannak. Vele barátok vagyunk. Apis 28-as.
Valamit meg kell beszélnünk. Mit szólsz Apis, hogyha adott neked kettőt? Csak így ajándékba. Kettővel nőtt. Jó, annyira nem vevő erre az akcióra, na mindegy. 30-as már akkor barátok vagyunk. És végül, de nem utolsó sorban, drága jó öreg Milosz. Milosz, te kapsz 3-at. Azért, mert megveszem a lojalitásod. 3-mal nőtt, 29-es lett. Fantasztikus. Ennek majd utána nézek, srácok, lányok, hogy mi alapján nő a kapcsolat. Természetesen küldetéseket lehetne csinálni az NPC-knek, mert itt vannak problémák, ugye, amiket tudunk segíteni, és akkor szintén nő a kapcsolatunk, 18-osról valamennyire. És hogyha elég sok nemessel vesszük magunkat körbe, akkor azért történhetnek vicces dolgok. Alliance between family struck marriage. Akarunk-e szövetségesek lenni? Nem. A Bertaniannal akarunk szövetségesek lenni. Mindenféleképpen. Őket be akarjuk kebelezni. Tehát a hosszú távú célunk, srácok, lányok, nem más, mint az Empire-t egyesíteni. A játéknak nem lesz vége, nem áll meg. Akkor áll meg, amikor mindent te uralsz. És onnastól kezdve már úgy nem nagyon tudnak egységeket felvenni szinte sehonnan, főleg, hogyha hadban állsz mindenkivel, fosztogatniuk kell, és úgy vége lesz. Úgy off. De ez szerintem egy jó pár részt igénybe fog venni, hogy ez így megtörténjen. Na jó, van, jól beszélgettünk, srácok, menjetek aztán, csináljatok valamit. Vadászátok le egymást, hogy a bána tudja, hogy mit műveltek. Egy dolgot ki akarom még próbálni, amire volt már a játék korábbi szakaszában is próbálkozásom. Először is azt, hogy végre! Ott az egy tapasztalati pont. Itt van! Itt van, srácok, lányok. Itt van! Szintet lépett a Bataniaan Volunteer-en. Végre működik. Woodrunner. World Champion, Bataniaan Hero. Bataniaan Hero. Tudom, hogy azt mondtam, hogy íjászokat nem nagyon fogok felvenni. De a Bataniaan Hero-t, ezt nem hagyjuk ott. Mert bármikor láttok olyan íjász, ami Bataniaan Hero, vagy annak egy alága, még egy sereg, eléggé meg vannak pofozva, most a Western Empire-ök, meg az egész Western Empire. 4103. Aha, húzza itt. Na ez már félelmetes lesz. Sturgia, Vlandian és Lakeheads. Húzai pedig Northern Empire, Karakergit és Southern Empire. Szóval bármikor látunk egy olyan katonát, ami a Bataniaan Hero-nak egy alkasztja, azonnal felvenni. Azonnal. Legjobb íjászok. Gyorsan lőnek, jó a pajzsuk, közelharcban is erősek. Zseniálisak. Egyszerűen zseniálisak. Saint Gordon. Igen. Állj meg, cimbora. Megpróbáljuk elkapni Mr. Golden-t. És kiadunk neki egy olyan parancsot, megnézzük. Position 5, inspect. Jó, sereget fogunk tovább. Ad nézze meg a katonáidat. Wow. Igen, ez van neki a... Még mindig itt van a Mercenary Swordsman, aki tőlem kapott. Hire a Blade. 1-es, 2-es, 3-asai vannak. Nem fogom elvenni a katonáit, ha erősödjön. Viszont Saint Golden. Igen. És így van. Elérkezett ez a fantasztikus pont, hölgyeim és uraim, hogy végre tudunk sereget alkotni, és nem csak az én nálam levő csapatokból fog állni az az egész hadtest. Ami azt jelenti, hogy ha újra háborút indítunk, leadership 29, ennyi. Hogyha újra háborút indítunk, esetleg a Northern Empire-rel szemben, akkor Torios kastélyát egészen nagy valószínűséggel be tudjuk venni. Egészen nagy valószínűséggel. Leadership 30. Ugyanis 207 ember van. Torios kastélynak az 50 főből álló
várvédői, illetve 157 miliciája van még. Jó, kajám az horribilis mennyiségű van, bár mondjuk hetetlen kell őket is. És 62 influence pontot kapok, azt jelenti, hogy nem veszítek influence pontot. Tehát ezekből a kicsi csapatokból most már a királyság lettünk, ezekből a csapatokból még 2 darab embert összeszedhetek. És hogyha 2 darab embert összeszedek, az azt jelenti, hogy szerintem egy olyan 500 fős csapatot simán alkothatunk. 500 fő pedig nem kevés. 500 fő az nagyon-nagyon. És szerintem 500 fővel már problémamentesen fogunk bánatosra marni. Zárásképpen, hölgyeim és uraim, megnézzük itt, hogy hogy állunk. A várnak a menedzselésébe Saint Golden, ugye mi vagyunk azok, nálunk van. Menes Castle. Milícia Grundot kiépítjük kifele. És azt mondja, hogy teljesen rendben is leszünk, aztán a Garden. Granary. Akár egy Granary-t még hozzárakunk. Done. Oké. Okay. Amit szeretnénk kérni, Saint Golden, done. És vége van a csapatunknak. A seregünknek. Hölgyeim és uraim, 16 epizód. 16 rész kellett ahhoz, hogy a saját királyságunkat nem éppen a legtisztább, de a legműködőképesebb stratégiával megalkottuk. És most már jöhet az a része a játéknak, ami általában az MMORPG-knél a maximális szint elérése után következik. Kezdődhet a játék. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, én Uno voltam, és mint mindig, találkozunk! Szevasztok!